Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a programozást, ugye szerda van, menetrend szerint mennek a dolgok most már, illetve hát még most, így is mondhatnám, ugyanis már a vége fele járunk annak a sessionnek, amit hát nem amit terveztem, hanem ahogy alakult. Sajnos kicsit le kellett rövidíteni ezt a dolgot, hát sajnos így alakult. Igazából még két alkalom van a maival együtt, illetve majd hozzáteszünk egy ilyen jövök nektek egyel részt, ugyanis egy fejezetet majd csak szeptemberben fogunk megcsinálni. Úgyhogy még a héten lesz, ugye ma egy óra, illetve pénteken, aztán legközelebb majd csak szeptemberben, de erről majd egy kicsit később majd beszélünk az óra végén. Jó? Úgyhogy még folytatjuk ezt a grafikus osztályokat. Még van három dolog, ugye a képek, a koordinátatengely, illetve a függvények. Ezeket ma megnézzük. Meglátjuk, hogy haladunk, remélem sikerül ma befejezni. Hogy aztán pénteken végre rátérünk a shape-re, tehát tulajdonképpen az ős osztályra, illetve a shape kapcsán az objektumorientált eszközök, illetve az objektumorientált szemlélet átbeszélésére, illetve arra, hogy milyen egyéb eszközök vannak még, illetve hogy itt nekünk mi jön elő. Az egy picit olyan, tehát a péntek egy picit olyan elméletibb dolog lesz, nyilván megírjuk a shape osztályt, de az nem olyan vészes, az viszonylag hamar megvan, viszont sok szó lesz arról, hogy miért is úgy alakítjuk ki, illetve hogy mi az objektumorientált úgymond intuíció mögötte. Jó? Okés. Na, úgyhogy ez lesz. Viszont még mielőtt elkezdenénk, és én itt át is kattintok gyorsan a forráskódra, egy kis javítást kell itt nekünk eszközölnünk, ugyanis hát a megszokás, ugye látjuk, hogy struktúrában vagyunk, és itt rögtön látjuk, hogy a láthatósági szintek bizony nem úgy vannak, ahogy az a struktúrában, hogy ahogy gondoltam, jó? A struktúrában az a default, tehát az az alapértelmezett, hogy minden publikus. Úgyhogy itt jelezzük külön, hogyha valamit privátnak akarunk. Ugye, hogyha osztályban lennénk, akkor ez rendben lenne, tehát a klassz lenne, akkor ez így tök jó lenne. Ezért mondom, hogy a szokás hatalma, hogy hát én ott szoktam lenni. És akkor ott ez így rendben is lenne. De csak, hogy biztosan jók legyünk, ezt így azért mindenképp ki szerettem volna javítani. Jó? Okés. Na, és akkor most már tényleg rátérhetünk a mai témánkra. Első körben akkor nézzük a image-et. Ugye nagyon egyszerű a dolgunk, vagy hát viszonylag egyszerű a dolgunk, mert szerencsére van képrajzoló a Fultic Library-be, tehát tulajdonképpen elérhetjük egy függvényen keresztül. Viszont ebbe a library-be hát fogalmazzunk úgy, hogy nem elegánsan van megoldva ez a kép megnyitás, meg a képfájlnak a megnyitása. Ugyanis nagyon számít az encoding, és nem úgy van, hogy csak kép open és akkor rajzolj, hanem külön nekünk ki kell ifezgetni, hogy mi az encoding, tehát hogy JPEG, bitmap, GIF, vagy micsoda tulajdonképpen az a kép. Úgyhogy ennek kapcsán lesz egy kis melónk, de fogunk rövidítéseket alkalmazni, mármint úgy érte, hogy rövidített utat, hogy én már előkészítettem azért ezt, és ezzel az encodinggal olyan mélységében nem kell nekünk foglalkozni. El fogom mondani, de kb. Csak copy-paste-elem majd azt a részt, amit írtam. Jó. Na, úgyhogy kezdjük is el. Ugye itt a header-be, akkor kezdjük el írni az image-et, ami megint csak egy shape lesz, ahogy azt eddig is megszoktuk. És akkor most itt külön jelezni is fogom, jó, csak hogy nehogy elrontsuk, mint ahogy a múltkori alkalommal is. Ugye hát milyen van a képnek, van egy szélessége, magassága. Itt adunk neki egy ilyen maszkot, valószínűleg ezt nem fogjuk használni. Ugye ez a maszk ez arra szolgál, hogy a képnek melyik részét jelenítsük meg.
Szerintem itt most egyszerűsíteni fogunk majd, és megjelenítjük simán az egészet, de mindjárt majd odaérünk. Jó, akkor kell nekünk egy ilyen FLImage pointer, amit tulajdonképpen maga a kép lesz. És akkor itt, ha már pointer, akkor rögtön látjuk, hogy itt már teendőnk is van. Ide is teszek egy ilyen kis to-do jelzést, hogy ne felejtsük el. Dinamikusan fogunk neki memóriát foglalni, ugye a new operátorral, ugye a szabadtárba is, azt majd fel kell szabadítanunk. Ugye erről szól a dolog. Jó, illetve lesz majd nekünk egy text, ide majd igazából hiba üzeneteket fogunk kiírni, hogyha nem sikerül a képet megnyitni. Valamilyen okból kifolyólag. Na és akkor nézzük az interfészt ez az image objektumhoz. Nyilván legyen egy konstruktor. Ugye szokott módon, hogy hova rajzoljuk ki, ugye ez azt fogja nekünk megmondani, hogy pontosan hol kezdje, tehát a bal felső sarok. Jó. Legyen egy string, ez a file név lesz, tehát hogy mi a kép. Tulajdonképpen, tehát egy elérési út, ha úgy tetszik, ugye az oprendszerbe, hogy le tudjunk nyúlni. Illetve kell egy encoding, hát ezt most ilyen, már is mutatom, hogy hogyan is oldjuk meg. Majd egy ilyen encoding, jól írom, encoding, ki is teszem nagyba, mert elfogy a hely. Jó, tehát ez egy ilyen enum típus lesz. Egy ilyent átadunk, és hát adjunk neki alapértelmezettet is, csak hogy ne legyen kötelező megadni. Jó, aztán majd ő kibogarásza, hogy mi legyen, ezt úgyis meg fogjuk majd írni. Jó. Oké. Mindjárt mutatom, hogy mi is ez a suffix encoding pontosan. Jó, akkor ide dobjuk be a destruktorunkat, és ha már itt is vagyunk, akkor rögtön melegibe el ne felejtsük, hogy törölje a P-t, pontosabban szabadítsa fel a P által lefoglalt memóriaterületet, és jöhetnek a sima szokásosak. Egyrészt ugye legyen egy ilyen drawlines-unk megint. Legyen egy setmask, ez csak azért, hogy lehet, hogy ezt most ki se fogjuk próbálni. Ez tényleg csak azért, hogy meg tudjuk adni, hogy a képnek melyik részét jelenítsük meg. Itt is átadunk egy ilyen XY koordinátát, hogy a képen belül a bal felső saroktól honnan induljon. És de adunk neki két paramétert, ugye egy szélességet és egy magasságot. És ezt igazából simán csak értékül adjuk itt a lokálisaknak. Aha, és ugye beállítjuk a maszkot is. Ugye itt, amit itt adtunk, CX-et és CY-t, ez pedig ugye a XY-nak az X koordináta lesz, a CY pedig az XY-nak az Y koordinátája, ugye amit átadtunk itt a paraméterbe. Legalábbis remélhetőleg. Jó, adunk még egy ilyen move függvényt, hogy tudjuk mozgatni a képet esetleg, és akkor itt ugye ilyen dx, dy, ugye a differencia, tehát hogy mennyivel mozgassuk el, vagy hova, és itt pedig hívjuk az ősosztálynak a move függvényét, és hát nyilván itt is ugye dx-re, dy-ra, és amit még kell nekünk, az, hogy a P-t akkor így mozgassa is át, ez pedig ugye az FLImage draw tagfüggvényével lesz lehetőség, és akkor hogy hova mozgassa át, nyilván a pontra, amit megadtunk. Draw, így van. Legalábbis remélhetőleg. Jó. Na hát, alapvetően ez egyszerűnek tűnik. Igazából maga az image osztály, úgy ennyi is. Na most, ugye akkor nézzük meg, hogy mi is ez a suffix encoding. Ugye ez egy, hát egy ilyen enum class
jellegű valami lenne, csak itt most egyszerűsítünk. Egy sima enum tulajdonképpen, és akkor legyen egy ilyen non, legyen jpeg és gif. Hát, meg tegyük oda a BMP-t, legfeljebb nem implementáljuk. Ja. Jó. Ami még kell, hogy majd kell egy ilyen függvény, ami ezt az encodingot ki is bogarásza. Tehát, hogyha mi nem adjuk meg kézzel, akkor kiszedi. Úgyhogy akkor ennek is adjuk meg a prototípusát. Tehát egy ilyen suffix encoding típust adunk vissza. Get encoding, és ugye a fájlnak a nevét kell átadni. Mert majd abból fogja kibogarászni. Hát, nagyon nem elegáns megoldás is. Ez így a lényeg, hogy működik. Jó. A lényeg, hogy hát majd remélhetően működik. Jó. Innen a tudót kiveszem, mert ugye akkor a destruktort megcsináltuk. Így van, betettük, hogy delete p. Úgyhogy akkor azzal rendben is vagyunk. Na. Akkor egyelőre így ez szerintem rendben van. Majd még egy adminisztratív dolog lesz, de azt majd akkor, hogyha odaértünk. Na, és akkor most jön az a rész, amit itt szépen csak be fogok nektek illeszteni, mert erősen adminisztratív, és nem akarom, hogy ezzel feltétlenül nagyon sok idő elmenjen. Ugye, itt van nekünk egy ilyen suffix map adatszerkezetünk, látjuk, hogy ez csak egy ilyen string, string encoding pár lesz tulajdonképpen, és egy ilyen init suffix map inicializálással ezt meg is csináljuk. Na most ez a get encoding függvény az, ami nekünk itt el fogja kérni a fájlnak az encodingját. Ugye látjuk, hogy tehát a kódolását tulajdonképpen, és már megtanulok magyarul is lassan. Jó, átadjuk a fájl nevet, és egész egyszerűen egy iterátorral itt szépen végigmegyünk, megkeressük a pontot, és a pont utáni rész, tehát tulajdonképpen az úgymond kiterjesztése lesz a suffix. Jó? És akkor itt csinálunk egy ilyen leképezést erre a suffixre tulajdonképpen. Hát nem jó ez így, nyilván, ez így rettenetes, de hát jobb ilyen, ezt most nekünk muszáj így csinálni. Jó? Egyébként meg, hogyha ha nincs kiterjesztés, akkor visszadjuk, hogy nincsen suffix. Jó? Tehát ugye ez a szokásos iterátoros megközelítés, hogyha a végére érünk a p-nek, tehát ez az s-end, akkor az azt jelenti, hogy nem találtuk meg a pontot. Magyarul nincsen kiterjesztése a fájlnak. Jó. Adminisztratív erősem. Úgyhogy maradjunk is ennél, hogy így ez így elég is nekünk most. Na, viszont akkor menjünk tovább és írjuk meg a konstruktort, mert az viszont fontos. Ugye volt nekünk egy pont, volt egy string, ugye a fájlnév, illetve volt egy ilyen encoding, hogy ugye meg tudjuk adni esetleg kézzel is, ha akarjuk. Jó, csinálunk egy alapértelmezettet is, tehát egyrészt nullára állítjuk a szélességet, nullára állítjuk a magasságot, illetve a szöveget, ezt az fn-t ilyen üresre állítjuk, és adunk hozzá egy koordinátát is, tehát azt, ahonnan amúgy a kép indul. Jó, ugye ez az fn, de ezt miért ide írom? Bocsánat, ezt nem ide akartam írni. Meg ezeket se. Oké. Jó, hát nyilván nem a headerbe írjuk. Jó, tehát ide. Így van. Ilyeneket már nem a headerbe írjunk semmiképpen se. Jó. Tehát amit itt látunk a headerbe, ez egy szöveg lesz, majd itt ilyen hiba üzeneteket fogunk kiírni a képre. Tehát például, hogyha nem sikerült megnyitni a képet, vagy nem jó a suffix, nem támogatott az encoding, vagy valami ilyesmi. Jó? Ilyen hiba üzeneteket írunk ide ki.
Na, és akkor mit csinálunk első lépésként? Tulajdonképpen szokott módon hozzáadjuk a koordinátát ugye a shape-hez. Ezt majd megnézzük, hogy hogyan is működik, de ez tényleg eddig a szokásos. Na, jó, csináljunk egy kis hibakezelést. Mi van, ha nem tudjuk megnyitni a fájt? Benne van a pakliba. Erre írjunk már egy ilyen can open nevű függvényt, és akkor majd ide mindjárt megírjuk, meg is írjuk a hibakezelést. Ez tényleg egy nagyon egyszerű kis bult fog nekünk visszaadni. Ugye ide is a fájlnak a nevét adjuk át. Pontosabban egy referenciát a fájl névre. És hát egész egyszerűen itt megpróbáljuk megnyitni. Igen, át kell alakítanunk. Jó, tehát megpróbáljuk megnyitni a fájlt, és egész egyszerűen visszaadjuk azt, hogy megnyílt-e. Ez is rettenet, tehát ez se szép, maradjunk annyiba, de most jó lesz itt nekünk. Nyilván itt most fájlokat, itt van egy fölösleges fájl megnyitás, ami nem túl szerencsés, de hát most ezt tudjuk tenni, úgyhogy ezt is tesszük. És visszaadjuk ezzel az isopennel, hogy sikerült-e megnyitni a fájlt. Jó, és itt ez már itt nekünk akkor egy minimális kis hibakezelés is. És akkor mit csináljunk, ha nem sikerült? Egyrészt állítsuk be a fn-t, tehát magát ezt a szöveget, amit kiírunk, hogy nem nyitható. És adjuk meg neki ne bonyolítsuk, nem nyitható a fájl. Szerintem ennyi nekünk most elég. Oda tehetnénk a fájlnevet is, de jó lesz ez így nekünk. Jó, és amit kell nekünk, hogy nyilván rajzolja is ki, és erre fogunk készíteni egy ilyen bed image nevű objektumot. Ja, ne nagy betűvel. Bed image nevű objektumot, nek majd át fogunk adni paraméterül két intet. Már is megmutatom, hogy mi ez. Jó, és mivel, hogy itt más dolgunk nincs, ezért térünk is vissza. Jó, mert igazából itt akkor a konstruktorban nekünk más dolgunk nincsen. Jó, na. Oké, és rendben van. Hát miért nem nyitható meg a fájl? Hát sok oka lehet, vagy azért, mert nem létezik, vagy azért, mert nincs jogosultságunk megnyitni. Sok oka lehet, hogy egy fájl nem lehet megnyitni. Na. Oké, és akkor a következő, amit meg kell néznünk, hogyha nem adtunk meg encodingot, tehát hogyha mi kézzel nem adtuk meg, ugye, mert hogyha a konstruktorba ugye itt nem kötelező, akkor megadnunk, mert ugye van itt egy alapértelmezés, tehát hogyha ezt nem adjuk meg, akkor fusson le ez a get encoding függvény, tehát akkor hívjuk a get encodingot az S-re, ami ugye nekünk itt szépen kibogarásza az, hogy mi a suffix, és az alapján ugye visszaadja nekünk azt az encodingot, amit nekünk használni kell. Na, és akkor itt jön az a rész, amit hát sokkal jobb képkezelő library-k sokkal jobban oldanak meg. Nekünk ezt kézzel kell itt kibogarászni egy ilyen switch blobban. És hogyha ez a suffix mondjuk JPEG, akkor egy new FLJPEG image-et kell nekünk létrehozni. Így is van, megnyitom a docsit egy pillanat. Így van. Csak ne írjam el. JPEG image. Ilyen nagy ível. Jó. FLJPEG image, és itt is stringet kell neki átadnunk.
És az lesz az elérési út, tehát a fájnév tulajdonképpen. Na. Hát, nem a legelegánsabb, maradjunk annyiba. Jó. És tulajdonképpen ugyanezt kell nekünk megcsinálnunk, mondjuk gifre is. Jó. Csak ott nyilván FL GIF lesz. Így van. FL GIF Image. Jó. Rendben van. És akkor ide jöhetne a bitmap, jöhetne sok más egyéb. De most ezzel nem akarok annyit vacakolni. Adjunk még neki egy defaultot. Ugye az pedig az lesz, hogy hogyha valami más. Tehát ha nem JPEG vagy nem GIF, akkor pedig tulajdonképpen az kell, hogy egy olyan kép, ami nincs támogatva. És akkor az FN-t be is állítjuk, hogy nem támogatott formátum. Jó, hát itt is át lehetne adni a fájlnevet még, meg ilyesmi, most ezzel ne vacakoljunk. És akkor itt megint egy ilyen bad image képet fogunk hiba kezelésként létrehozni. Na, jó, de mi ez a bad image? Ez legyen akkor a következő, amit megnézünk. Hát ez egy viszonylag egyszerű alakzat lesz. Hát ezt bedobom ide. Így van. Szevasz, Asztrixia. Mit csinálunk ma? Képet fogunk kirajzolni, ha minden igaz. Mindjárt ott is vagyunk, ha minden jól megy. Jó. Na, és akkor nézzük ezt a bad image-et. Annyi a dolgunk, hogy a FL image, tehát a Fultinknek az image osztályát bővítsük ki. Így van. És ide kell nekünk egy konstruktor, meg egy draw függvény. Bad image. Ugye egyrészt kell egy szélesség, meg kell egy magasság. Ez az, hogy mekkora legyen tulajdonképpen. És ez csak csinál annyit, hogy használjuk a FL image-nek a konstruktorát, aminek átadjuk a szélességet, magasságot, meg egy integert, ami hát szerintem a kitöltő szín, de erre most nem esküszöm meg, mindjárt megnézzük. Illetve legyen egy ilyen draw függvény, aminek megint csak átadjuk a szélességet és a magasságot. Illetve, mivel hogy itt majd hívni fogjuk a drawEmptyt, ezért át kell még neki adni így 4 darab intet, amit nem adunk át. Jó? Fogunk majd erről beszélni. Szerintem a pénteki alkalommal, hogy ez pontosan mit is csinál. Jó, és itt pedig hívjuk a drawEmpty függvényét a FLImage osztálynak X-re és Y-ra. Viszont akkor itt is X és Y kell nyilván. Jó, rendben van. Jó, hát ez annyit, hogy egy ilyen kis téglalapot ki fog rajzolni, és belerajzolja, beleírja a szöveget, amit szeretnénk. Na, ránézek a jegyzeteimre, hogy mi van még. Ugye kell az image-nek a drawlines függvénye, azt még nem készítettük el. Így van, az még csak prototípusban létezik. Akkor ezt most definiáljuk is. Drawlines const, és akkor ugye egyrészt itt nekünk most majd kell a tehát ez, hogy a szöveget rajzolja ki. Ugye ez akkor kell, amikor ugye nem üres, tehát hogyha van szövegünk.
Mert nyilván, hogyha nincs hiba üzenet, akkor ugye üres lesz, ne rajzoljon ki semmit, tehát akkor ne írja ki a szöveget. Egyébként meg igenis rajzolja ki. Hát itt most így elég explicite hívjuk ugye a text osztálynak a drawline függvényét. Határeset, meg még így talán ez belefér. Jó, és hogyha itt még ami kell nekünk, az ugye az, hogy rajzolja ki tulajdonképpen a képet is. Jó. Ugye itt is egy picit ifezgetünk, hogyha adtunk meg szélességet, magasságot, ugye akkor hívjuk az FLImage típusnak, tehát ugye magának a képnek, ennek, ugye a draw tagfüggvényét. És ugye mire hívjuk? Hát nyilván a koordinátákra, ugye szélességre, magasságra, illetve a maszkra, hogyha adtunk meg. Hogyha adtunk meg maszkot. Tehát itt a point 0x, a point 0y, ugye igen, kell a szélesség, magasság és a maszk, hogy melyik részét rajzoljuk ki a képnek. Jó, egyébként meg csak simán rajzolja ki a képet. Így van. Draw. És hogyha nem adtuk meg, akkor simán rajzolja ki ez egy az egy méretű képet. Ugye ott a koordinátáktól kezdve, amit megadtunk neki. Jó. Legalábbis remélhetőleg így rendben is vagyunk. Na. Hát itt a hiba lehetőség az temérdek, de semmi gond. Ezt is csináljunk egy gyors fordítást. Igen. Hát van egy hiba. Semmi gond, mert javítjuk őket gyorsan. Igen, itt a kis nagy betűkkel biztos, hogy lesz gond. Ezt tudja, hogy FLImage. Újra. Jó, még mindig van hiba, bár már kevesebb. Vajon elírtam? Suffix encoding. Encoding, igen. Hát ezek az íráshibák. Na, most már úgy tűnik, hogy jó is, de még csináljunk is egy példányt. Ugye készítsünk egy ilyen image példányt. Ugye hát átadjuk neki ugye a koordinátákat, mondjuk ez legyen most az egyszerűség kedvéért 10-10, tehát ugye az ablak 10-10 koordinátáiba kezdj el, tehát ez ilyen bal felső sarok, és ezt a wedge.jpeg-et nyissa meg, és tegyük is rá az ablakra. Nézzük. Lefordul, és itt a wedge. Szuper, itt ki is rajzolja nekünk. Ez most az egy az egy méret. Ugye ennek a... hát a badge-nek. Jó? Ez a sub-badge itt a csatornán. Csak szólok, nem azért mondom, csak szólok. Jó, rendben van. Oké, és na hát, a kép az működik. Szerencsére két apró íráshibán kívül sikerült egy az egyben implementálnunk, ahogy szerettem volna. Folytassuk akkor a függvénnyel. Először egy kis adminisztratív dolog, ugyanis egy kis typedef-et ide bedobnék. Hát igen, jó lesz ez így.
Csak itt ilyen ezekre a double típusú függvényekre legyen egy ilyen nevünk. Jó? Ez a FCT, mert ezt fogjuk használni. Na és akkor nyilván ez is egy shape lesz, mert hogy itt minden shape, ugye? Viszonylag egyszerű lesz a dolgunk, ugyanis azokat az értékeket, ahova pontot kell rajzolnunk, azokat a függvény fogja nekünk visszaadni. Tehát ugye nyilván a függvények, hogy van x koordináta, y koordináta, ugye az x, amire számoljuk a függvényt, az y meg amit visszaad a függvény. Nyilván az x lesz a pontnak, amit le kell tenni az x koordinátája, amit visszaad meg az y koordinátája. Jó? Tehát viszonylag ez azért egy egyszerű dolog. Úgyhogy itt csak lesz nekünk egy konstruktorunk, első paraméterébe átadunk egy függvényt, majd mindjárt megnézzük, hogy ez hogy működik, bár aki itt volt a Lambda Expression-ös laborokon, az már lehet, hogy sejti, hogy itt mi fog történni. Ugye átadunk neki egy pár paramétert, nyilván ilyen, hogy honnan induljon, milyen hosszú legyen, akkor ugye ilyen origin point, tehát hogy tényleg mi legyen az első koordináta, amihez képes rajzoljuk, vagy hát origót talán inkább kiindulásnak mondanám, kiindulás koordinátának. Átadhatunk neki ilyet, hogy hány értéket rajzoljon ki, illetve esetleg az, hogy milyen skálán mozogjon, tehát akarjuk-e skálázni magát a függvényt. Erre majd nézzünk példákat még valószínű ma. Fogunk nézni egy pár példát. Jó? És igazából a függvényünk nagyjából ennyi is, de mindjárt nézzük, hogy pontosan hogyan is kell ezt implementálnunk. Ugye viszonylag egyszerű dolgunk van, mert tényleg itt csak pontokat kell majd hozzáadni a kirajzoláshoz, és tulajdonképpen erről is fog szólni a dolog. Na de akkor nézzük is meg, hogy hogyan néz ki ez implementációba. Ugye első körben volt egy függvényünk, utána volt két double, ugye R1 és R2, utána volt egy pont, ugye ami az origó, jó, utána volt ugye egy count, ugye hogy hány darab elemet szeretnénk kirajzolni, annak volt alapértéke is, illetve volt egy egyes skála. Egy x és egy y scale, tehát hogyha szeretnénk skálázni, akkor tudjuk. Jó. Ugye az R1, R2 pedig az intervallum lesz, ahol ki akarjuk a függvényt rajzolni. Jó. Na, kezdjük egy kis minimális hibakezeléssel. Tehát, hogyha ugye ez az R2, R1, ez ugye kisebb vagy egyenlő, mint nulla. Tehát ugye az intervallum, tehát nem jó intervallumot adunk meg, akkor hívjuk ezt a mi kis szokásos error függvényünket. Mondjuk rossz range, csak hogy így keverjük az angolt a magyarra. Jó, akkor a másik, hogyha a countunk kisebb egyenlő, mint nulla, ugye, akkor az count, hát nem túl beszédes hibakezelés, de most elégedjünk meg ennyivel. Jó, és akkor számoljunk egy distance, tehát az, hogy milyen milyen hosszan kell nekünk ezt tulajdonképpen kirajzolni, meg milyen ütembe igazából. És itt pedig azt tudjuk meg, hogy az intervallum per account tulajdonképpen R2-R1 per account, így van. És ugye szépen adjuk meg első értéknek az R-et. Mindjárt világos lesz, amikor elkezdjük kirajzolgatni magát a függvényt. Tehát hozzáadogatni a pontokat a
kirajzolandó pontokat tulajdonképpen a point vektorhoz. Jó. És akkor most szépen itt végig megyünk. Ugye countig, ha jól emlékszem. Megyünk szépen egyesével. És akkor itt addoljuk a pontot. De ugye mit addolunk? Nyilván egy pontot. Egyrészt ugye a XY, tehát ugye az origin pontot, tehát annak az X koordinátáját, és ugye ezt fogjuk eltolni, ugye R-szer, ugye az X-scale-lel, tehát hogyha szeretnénk skálázni, akkor ezt meg tudjuk tenni, viszont ezt kasztoljuk már integerre, mert hogy ugye a pointnak az kell, R-szer X-scale, így van, ez lesz az X koordináta, így van, illetve kell ugye az Y koordináta, ez pedig úgy áll össze, hogy ebből ugye kivonjuk, ezt is intre kasztoljuk, és ugye itt pedig már az kell, amit ugye a függvényünk nekünk kiszámol, tehát ugye erre hívjuk a függvényt, és ezt is skálázzuk. Jó. És ez az f tulajdonképpen az y koordinátát a függvény fogja nekünk kiszámolni, ez a függvény, amit itt átdobunk neki paraméterül. Jó. Rendben van. És ugye, ami még hátra van, hogy léptetni kell R-t, azt ne felejtsük el. Mégpedig a distance-el. Jó. És akkor ez fogja nekünk szépen azt csinálni, hogy szépen hozzáadogatja ezt a pontot. Jó. Tehát minden egyes lépésbe ezt a pontot hozzáadja. Ugye nyilván X-et is itt léptetjük, ugye, illetve Y-t is itt fogjuk léptetni, és ugye ezt annyival, amennyit a függvény itt nekünk kiszámol. Na, rendben van. Hát, elvileg a függvény egyébként ennyi, de mindjárt ránézek. Szerintem ez így rendben is lesz. De próbáljuk ki. Nyomok egy gyors fordítást. Jó. Hát eddig rendben van. Egy gyors tesztet csináljunk ide. Mondjuk legyen F1 a neve. És akkor ide kéne megadni nekünk most egy ilyen példafüggvényt. Hát szerintem most tényleg a legegyszerűbb egy színuszfüggvényt adjuk meg. Semmi különös. Ugye itt adjuk meg az intervallumot, hogy 0-100 között rajzoljon. Hát mi legyen a... Mi is a negyedik? Igen, kell egy point. Egy pont. Igazából mindegy. Ez ugye az, hogy honnan kezdje el a kirajzolást. És ugye kell egy count. Meg legyen egy kicsit skálázva a dolog. Jó. Na és akkor etecsöljük. Hát lehet, hogy a badge-et most kiszedem, mert így akkor jobban fog látszódni. Na nézzük. Fordítjuk, futtatjuk, és itt kirajzol nekünk egy csodaszép színusz függvényt. Jó. Hát aránylag jó, remélem a videón is jól látszódik, hogy ez egy jó kis ilyen színusz függvény. Na. Hát akkor a függvénnyel is megvagyunk, de még azért egy kis példát fogunk, azért kicsit komplexebb példát fogunk azért ezzel nézni, mert ez itt tök jó, de picit még azért fogunk ezen javítgatni. Na, szuper, rendben van, akkor a függvényekről első körben ennyit. Folytassuk a koordináta tengelyekkel, pontosabban.
hiszen itt többet is meg tudunk adni, ha szeretnénk. Hát meglepő módon ez is egy shape lesz. Jó, és akkor hát itt viszonylag egyszerű a dolgunk. Egyrészt adjunk meg egy ilyen enumba, hogy milyen koordinátákon mozgunk, tehát hogy milyen irányultságú maga a koordináta tengely, tehát az x, y, z. A z-t azért adjuk meg, hogy meg legyen adva, majd ott írjuk, hogy az nincs implementálva, majd ha odaérünk. Jó, ez csak egy ilyen kis jelzés, mondom majd, hogy ha odaérünk. Jó, legyen egy konstruktorunk, ahol egyrészt átadunk orientation, igen, jó, tehát egy irányultságot, hogy x vagy y vagy z, adjunk át egy pontot, ez az lesz, hogy honnan induljon a kirajzolás, ugye szokott módon, legyen egy hossza, length, ezt mindig rosszul írom, ahogy most is, jó, most már így oké is. Akkor adjunk meg egy olyan paramétert, hogy number of notches, ez az osztás, tehát a koordináta tengelynek a kis peckei, úgymond, illetve adjunk meg egy labelt, de ezt sem muszáj megadnunk, vagy ezt sem kötelező itt a konstruktorban megadnunk. Jó. Na, és akkor ugye megint csak draw lines, szokott módon. Illetve legyen egy move függvényünk, hogy tudjuk mozgatni. Majd erről fogunk beszélni, hogyha pénteken odaérünk a shape-hez. Ez hogyan is van, illetve legyen egy setColor függvényünk. SetColor, és igen, annak kell egy ilyen color típusú paraméter. Jó. Na, és ami kell, amiért amúgy a move és a setColor kell, hogy majd logikailag egybe tudjuk kezelni a felirattal, tehát a tengely felirattal, illetve a tengely peckeivel. Hogy úgy mondjam. De, és ezek a notch-ok pedig sima vonalak lesznek. Így van. Jó, tehát az, hogy valamilyen szinten, valamilyen értelemben logikailag ezeket egybe tudjuk kezelni. Jó, hiszen a tengelynek a notch az része. Része mindenki. Notch nélkül nincs. Vagy tengely nélkül nincs notch. Jó. Illetve, hát label sincs. Na mindegy, lépjünk tovább. Mondom, az ilyen objektumorientált tervezési dolgokról majd pénteken beszélünk. Na és akkor implementáljuk ezeket. Na ez lesz egy picit melósabb. Magának ugye a konstruktornak az implementációja. Hiszen itt le kell tudni kezelni a notch-okat is, meg hogy legyenek elhelyezve. Tehát akkor kezdjünk is neki. Ugye az első paraméterben volt nekünk egy orientation. Orientation, jól írom, ugye? Csalok. Orientation. Volt egy point, ugye xy. Mi volt még? Ugye két int és egy string van. Tehát a length, volt egy n, ugye az, hogy hány darab notch-unk legyen. Ez miért n? Hát mindig legyen n. Illetve volt egy stringünk. Hát ez a legyen most label. Így, lab. Jó, rendben van. Na. Amit ilyen alapértelmezettként megcsinálunk, az az, hogy a labelt rögtön készítsük is el. Ugye egyrészt, mert ez egy sima text,
Tehát egy ilyen pointra. Ja, label jól emlékszem. Így van, text. Tehát simán megcsináljuk csak a szöveget. Ugye a alapértelmezett nulló koordinátával, illetve a stringgel. Jó, ez tényleg csak ilyen administratív dolog. Na, és akkor most jön a, hát nem azt mondom, hogy a rémes része, de a masszív része. Ugye legyen egy kis hibakezelésünk, hogyha ez a host kisebb, mint nulla. Nyilván akkor plusz tengely méret. És csak tényleg ilyen adminisztratív dolog. Na, és akkor most jön az, hogy milyen legyen az orientation, tehát hogy milyen tengelyt akarunk, hogy függőlegest vagy vízszintest akarunk készíteni, és akkor itt csinálunk egy ilyen sima kis switchet, és az orientationre fogunk switchelni. És itt ugye két eset van. Ugye van a x, meg majd lesz a y. Ugye ez itt van az axisen belül, ez az enum. Jó, xy, meg majd lesz az e, de arra majd csak hiba üzenetet fogunk írni. Mert az e az nem lesz most implementálva, ugye két dimenzióban vagyunk, nem is biztos, hogy annak van értelme. Na és akkor mit csinálunk? Hát első körbe hozzáadjuk a pontot. Nyilván azt ahonnan a koordináta tengelyt rajzolni kell. Illetve hozzáadjuk a másik végét. Ugye, mert hogy első körben egy vonalat fogunk rajzolni. Tehát hozzáadjuk ennek a vonalnak a másik végét. Az pedig ugye a xy plusz x plusz length lesz. Ugye mert x tengelyen vagyunk, illetve az xy plusz y, mert az ugye nem változik. Ugye tehát x, így van, az nem változik. Tehát ez a másik vége a koordináta tengely vonal részének. Így van. Jó, na. És akkor, hogyha... Hát ez így alapvetően jó lenne, most jöjjenek a notch-ok. Jó, tehát hogyha vannak peckeink, úgymond. Tehát hogyha van pecek, ugye, az n a pecek, peckek száma pontosabban. Hogyha van pecek, akkor kezdjük el azt kirajzolni, és azt is úgy, hogy egyenlő közönként. Tehát ezt úgy kéne, hogy mondjuk van egy 1000 hosszú tengelyünk, és szeretnénk 10 darab pecket, akkor az 100 pontonként, tehát 100-assával rajzoljunk ki egyet. Itt akkor matekozzunk egy kicsit, mert nagyon bonyolult lesz. Ugye legyen ez a distance, ez... Miért van ez így kétféle? Valahol elírtam. Itt írtam el. Gondoltam, hogy el fogom írni. Jó, most már rendben van. Tehát ez a legyen akkor length per n, tehát az ilyen átlagos, hogy milyen közönként legyen egy pecek. Ez az első. Ezt ugye konvertáljuk át distance-re, mint egy ilyen koordináta distance-re. X plusz a dist. Van. És tulajdonképpen annyit kell csinálnunk, hogy ilyen közönként kell egy ilyen pontot hozzáadni a notch-okhoz. Vagy hát egy új notch-ot hozzáadni tulajdonképpen. Így van. Igen, mert az ugye egy lines lesz, de már is mutatom. Mert a kód az magáért beszél. Tehát szépen megyünk, végigmegyünk az összesen, nyilván. És itt egész egyszerűen annyit csinálunk, mivel hogy a notch is az lines típus. Emlékszünk, a lines típusnál tudunk így hozzáadni
az adfüggvénnyel, nyilván mert mindegyik jelenségnek van adfüggvénye, hogy itt adjuk hozzá a pontot. Ugye egyrészt ugye kell az x, meg az y koordináta, mert az fix, tehát az itt nem fog változni, az x fog változni, illetve az x, ez ugye fix, jó, és ez az, amit itt számolgatunk, illetve legyen egy másik pont, ugye ez a vonalnak a másik vége tulajdonképpen, ez is legyen x, viszont ez legyen ugye xy plusz y, de ugye nyilván, hogy pecek legyen, tehát legyen hossza, ezért mondjuk kivonunk belőle 5-öt, tehát ezek a pöckök ilyen 5 hosszú pöckök lesznek igazából. Jó, tehát hozzáadunk egy olyan vonalat ezekhez a notch, ez a notches-hoz, ami 5 hosszú, és innen indul, és eddig tart. Jó, tehát ez a kis pöcök vonalaknak a kezdő és a végpontja lényegében. Jó, és amit még meg kell tennünk, hogy a x-et el kell tolnunk ugye distance-el, és így fogja akkor a következő notch-ot, tehát pecket oda berajzolni. Rendben van. Na, akkor ezzel így elvileg rendben is vagyunk, viszont amit még meg kell tennünk, hogy a labelön egy kicsit dolgozunk, ugyanis ezt így akkor el kell tolnunk, mivel hogy x típusú koordináta tengelyünk van, ezért ezt eltoljuk egy kicsivel, length per 3, illetve hát alá, xy plusz xy pont y, hát mondjuk tegyük el egy 20-szal, mindegy igazából. Jó, lehet, hogy most nem is fogunk használni labelt. Jó, szerintem az x az ennyi. Nyomunk egy break-et, és akkor jöhet az y, ami tulajdonképpen nagyjából ugyanez lesz, csak ugye a koordináták egy kicsit máshogy alakulnak. Oké, és ugye megint hozzáadjuk a pontot. Ugye egyrészt a kezdőpontot, másrészt hozzáadjuk a végpontot. És itt most az x lesz az, ami fix marad. Tehát az x-től ugye már függőleges lesz tulajdonképpen. Viszont most az y-t fogjuk eltolni ugye a hosszal, amit megadunk neki. Ne írjam el. Jó, rendben van. Na és itt megint tulajdonképpen ugyanazt csináljuk, mint az imént, hogy jönnek a peckek. Ha van pecek, azt ne felejtsük el. És akkor itt megint számoljuk a távolságot. Ugye, hogy tehát az osztás közt. Így van, csak itt ugye most y-nal fogjuk eltolni mindig, tehát y-onként, tehát y-nal toljuk el tulajdonképpen, és minusz dist, így van, és itt pedig akkor rajzoljuk is ki. És akkor megint a notch-okhoz adjuk.
Így van, és point itt ugye akkor az x lesz fix, és y, illetve nem, az y a fix, bocsánat, és az x lesz az, ami a méretet adja. XY pont x plusz 5, plusz 5 vagy mínusz 5? Plusz 5, és az y. Tehát ugye az x a fix, nyilván, és az y az, ami mindig szépen inkrementálódik. Hát, vagy dekrementálódik, ahogy nézzük, mert itt ugye nyilván itt most ezt kimondjuk. Ha jól dolgoztunk, akkor így remélhetőleg jó is lesz. Jó, és akkor itt a labelt megint mozgatjuk. Tehát bemozgatjuk oda, ahova kell. Hát, y tengely. Tehát itt az y koordinátát nézzük, és ahhoz képest mondjuk egy... nem, először az x-et, bocsánat. Mindig x van előbb és utána az y. Hát az x mondjuk tegyük valahogy alá, nem tudom. Ja, onnan, ahonnan indul. És itt az y-t toljuk egy kicsit. Hát mondjuk kerüljön alulra. Minus length. Jó, hát majd megnézzük, legfeljebb állítunk rajta. Nem olyan fontos ez most. Jó, rendben van. Akkor megvan az y is. És akkor még lekezeljük a z-t. De... kész. De itt igazából csak annyit fogunk csinálni, hogy adunk egy hiba üzenetet, hogy nincs z. Tehát az, hogy a z nincs implementálva. Jó? Mert itt nyilván nincs értelmezve. Jó. Na, ami még itt hátra van nekünk, ugye a draw lines, a move és a set color. Ugye ez azért kell nekünk így külön most, mert szeretnénk az egészet úgy egybe kezelni, tehát a notch-okat, a label-öket az a vonalakkal, tehát tulajdonképpen magával az axis-szel. Ezért nekünk ezt implementálnunk kell most itt külön. Egyébként nem lenne muszáj, de most muszáj. Úgyhogy akkor kezdjük a draw lines-zal. És itt ugye egyrészt hívjuk a ősosztálynak a draw lines-át, mert az nekünk tökéletes. Ugye az fogja nekünk kirajzolni majd ugye magát a vonalat. Tehát tulajdonképpen azt, hogy azt a vonalat, ahol van a koordináta tengelyünk. És kell nekünk hívni a notch-oknak a draw tagját. Ugye mert azokat a azt úgy írtuk meg, ha jól emlékszem, de mindjárt ránézek. Ha megtalálom, persze. Hol a lines? Ha? Hát igen, van draw tagja, csak a shape-en belül. Na majd ezt megnézzük a shape-et. Jó, tehát ezt örökli a shape-től. Úgy emlékeztem, hogy van sajátja, de akkor mégse. Nem baj, hívjuk azt. Illetve hívjuk a label-nek a draw-ját. És reméljük, így ez rendben is lesz. Akkor ami van nekünk, ugye a set color. Tulajdonképpen arra is ugyanezt kell csinálnunk. Set color, itt ugye hívjuk egyrészt az ősosztályt, de itt van paraméterünk, ugye? Color C, ugye hívjuk az ősosztály set colorját a C-re, hívjuk a notches-nak,
Ezt is C-re, és a labelt is. Jó, ez tényleg, ahogy látjátok, csak és kizárólag arra szolgál, hogy egy, logikailag egybe tudjuk kezelni ezeket, mert szerintem egybe összetartoznak. Hát ezt persze lehet ezen vitatkozni, de én így gondolom. Jó, és akkor itt van még a move. Ugye itt két integer, ugye amivel eltoljuk. Dx és dy. Jó, és itt tulajdonképpen megint hívjuk egyrészt a ősosztályt, ugye ez nyilván a vonalakat fogja nekünk eltolni, ugye dx-el, dy-nal. Megint csak hívjuk a notches move függvényét, illetve a labelét is. Na, és reményeink szerint jól dolgoztunk. Mondok egy gyors fordítást, még mielőtt kipróbáljuk. Aha. Itt van valami kis hiba. Ugye, hogy graph header 305. Mi ez az orientation? Ja, hát az enumnak adjunk nevet, ami sokat segít. Így van, nem volt neve az enumnak, most már van. Jó, elvileg jó, úgyhogy akkor próbáljuk is ki. Két csima kis. Most ezt is kiszedem innen, mert hát itt nézzünk majd egy kicsit komplexebb példát mindjárt. Úgyhogy egyelőre ezt most csak kiszedem. Legyen egy x-ünk. És ugye kell az orientation. Ugye, hogy x tengely vagy y tengely, ez most egy x lesz. Ugye kell egy pont, hogy honnan induljon. Mondjuk ez, hát legyen a 20-300, most csak így ilyen hasraütésszerűen. Ugye kell egy hossz, kell egy number of notch, meg legyen egy label. Jó, csináljuk meg ugyanezt y-ra. Itt kell leállítanunk a dolgát, szerintem nem kell. Nem, így jó. Elvileg jó. Na és akkor átacsoljuk. Egyrészt az x-at, másrészt pedig az y-at. Próbáljuk ki. Jó. Szuper. És itt szépen be is állítja nekünk a x y-t, a nevet majd mindjárt átírjuk. Jó. És akkor készen is van nekünk ez a koordináta rendszer, hát ha úgy tetszik, egy x és y tengely. Itt van nekünk szépen kirajzolva. Na. Úgyhogy akkor ennyit a koordináta tengelyekről is. Ezzel rendben is vagyunk, akkor nézzünk egy kicsit egy kicsi példát ezzel a koordináta rendszerekkel kapcsolatban, meg tényleg az, hogy hogyan is nézhet ez ki. Csak egy ilyen kis függvény kirajzolás. Ugye, ha itt néztük és emlékeztek rá, itt egy függvényt kell nekünk átadni, és egy függvényt kell nekünk itt paraméterül adni ennek az objektumnak. Készítsünk pár ilyet, most tényleg csak itt így globálba, nem a legelegánsabb, de jó lesz ez így most nekünk. Ugye egyrészt csináljuk meg a sima van függvényt, ami visszaad egy konstanst. Jó, tehát tulajdonképpen ez az egy konstans függvény, semmi különös.
Akkor csináljunk egy ilyen slope-ot, mondjuk egy ilyen lejtőfüggvényt. Ebből x, és ez meg adja vissza a x per 2-t. Jó, és csináljuk meg ezt a sima kis square függvényt, hogyha erre emlékeztek, ez a parabola lesz majd, ebből x, és ez pedig simán adja vissza az x négyzetet. Jó, hát három ilyen nagyon egyszerű, tényleg nagyon kis alapfüggvény. Jó. Na, készítsünk pár ilyen konstanst, csak azért, hogy kicsit jobban tudjuk majd paraméterezni ugye az objektumainkat. Ugye legyen egy ablakméretünk, mondjuk legyen ez az ablakméret most 600x400, igazából mindegy. Ugye ez az x max, y max, ez ilyen visszatérő dolog, sok helyen így kell egyébként lekérdezni ilyen méreteket. Jó, legyen egy konstansunk arra, hogy hol van az ablak közepe. Ugye ez a x max per 2, illetve legyen ez ugyanígy y-ra is. Ez majd egy origó lesz, biztos kitaláltátok a koordináta rendszerünk origója. És erre készítsünk is egy pontot így frissen melegében, így origó néven. És paraméterről adjuk át egyrészt az x-et, másrészt pedig az y-t. Jó. Oké, és na most a függvénynek adjunk egy range-et, tehát az, hogy milyen range-be legyen, ez is legyen valami konstans. Mondjuk milyen range legyen mondjuk mínusz 10 és 11 között. Rmax 10 és 11 között. Jó, ezek tényleg csak ilyen fölveszünk ilyen segéd, ilyen változókat, hogy névvel tudjuk majd példányosítani a függvényeinket. Jó, vegyünk fel egy pontot, ilyen number of points, tehát hány pontot szeretnénk kirajzolni a függvényünkbe. Ez is legyen itt most egy ilyen konstans, vagy hát nem konstans, hanem egy ilyen változó. Oké, és mi legyen még? Legyen még skálánk is. Hogyha skálázni szeretnénk a függvényünket, legyen 30-30, igazából mindegy. Na, akkor az ablakunkat most ugye nem itt hozzuk létre, hanem ezután, nyilván itt a konstansok után, és akkor hát point 100-100 az jó lesz. Ez ugye az, hogy ne felejtsük, ez az a pont, hogy a képernyőn hol kezdődjön az ablak, tehát itt a képernyőn le fogja oda tenni. Viszont itt akkor már is változtatunk, mert itt ezt átírjuk x maxra, ez pedig y maxra, mert ahogy beszéltük, ez a két dolog határozza meg nekünk az ablak méretet. Jó, hát a nevét megírjuk át, hogy függvényrajzolás. Jó, és akkor ide fogunk majd dolgozni. Na, és akkor itt elkezdhetünk már pár ilyen függvényt fölvenni. Mondjuk csináljunk mindegyik ilyen függvényre egy-egy példányt. Mondjuk legyen egy függvényünk ugye erre a vánra. Ugye amit kell neki, egy intervallum, r min r max,
Ugye kell az origó, tehát hogy honnan kezdje el tulajdonképpen, hol legyen az origója a dolognak, ugye a pontok száma, illetve a skálák. X-scale és Y-scale. Jó. Na most alapvetően a legtöbb függvénynél ezt fogjuk használni. Itt az S2 az legyen a slope. Ez a sima lineár függvény, ez a x per 2. Itt is ugye Rbin, Rmax, origó. Ugye a pontok száma, illetve a skála az ennyi, annyi, amennyi. S3-nál legyen a square, tehát a parabola. Itt is ugye mehetnek a szokásos paraméterek. Így van. Így van. Gondolkodok, hogy így jó lesz-e. De majd megnézzük. Jó, jó, jó. Rendben van. Na, akkor emellé rajzoljunk, vagy írjuk ki szövegesen is. Hát lehet itt most egy picit el fog csúszni a dolog. Tehát tegyünk egy-egy kis kiírást mindegyik ilyen függvényhez. Hát picit hasra fogok ütni, hogy jó helyre megy-e. Hát mondjuk a van függvénynek mindegy igazából. Az ugye egy egyenes vonal lesz. Tegyük mondjuk 100-ra, itt meg. Tehát az origó vonalhoz képest egy picit eltolva. És írjuk rá, hogy ez a sima van függvény. Legyen még egy szöveg, vagy legyen egy másik szöveg a slope-ra. Itt is csinálunk egy ilyen pontot. Ez is legyen 100. Hát igen, itt egy picit hekkelünk. Az origóhoz képest eltoljuk, de a origó per kettővel, hát meg még egy kicsivel lentebb. És akkor szerintem az úgy ott jó lesz. És akkor legyen ez a x per 2. Így van, ez az x per 2. De ezt ne ide, bocsánat, hanem e második paraméterként. Jó, legyen még egy szöveg. Ez a TS3. Ugye ez pedig a parabola lesz. Hát ezt toljuk el x-hez képest. 100-al, meg dobjuk le fix 20y-ra. Szerintem az ott jó lesz. Valahova ott le fogja tenni, mindegy igazából. És ez meg legyen az x-er-x így idézőjelbe, majd stringet kell. Jó, tehát most már van ott egy kis szöveg is. Na, rendben van. Na, ami még kell nekünk, hogy legyenek tengelyeink is. Hát, mert hogy nyilván anélkül nem az igazi. Legyen egy x tengely. Ez kezdődjön mondjuk 20-nál, illetve a x origónál, ja, tehát középen, nyilván középen legyen, akkor legyen egy picit rövidebb, mint az ablak. Hát erre is lehetne egy konstans csinálni. Mindegy, ez most belefér. Hát nem, csak kéne. Jó, akkor csinálunk erre is. Ez mondjuk legyen a x length, és az legyen x max minusz 40. Megint elírtam. Meg kéne már tanulni leírni a length-et. Jó. Tehát egyrészt legyen x length, és itt majd osztani fogjuk
a skálával, hogy hány darab notchunk legyen. És írjuk föl rá, hogy x. Mi mást írnánk rá? Jó, az y az hasonló szellemben. Ugye itt a pont akkor ugye megfordul. X origó, és ugye a y length hát plusz 20. Reméljük az úgy jó lesz. Ugye itt a y length kell, tehát akkor erre is csinálunk egy van ilyen? Igen, ez is max minusz 40. Jó, tehát az, hogy picit kisebb legyen, mint az ablak tulajdonképpen. Y length, itt is ugye hasonlóan a... Na. Y length minusz, pontosabban per y scale lesz ugye a notchok száma. És erre pedig írjuk rá egy y. Szerintem ez így akkor rendben is van. Jó. És hogy szép legyen, állítsuk át a tengelyek színét pirosra. Na. Hát reméljük ez így jó lesz, és akkor most nézzük meg, mert ezeket etecselni kell. Egyrészt az est. Ugye a S2, ugye a 3 függvény, ugye akkor kell a TS, a TS2, ugye ezek a szövegek, ugye kell a TS. 3, meg ugye kellenek a tengelyek. Jó. Legalábbis reméljük. Na de nézzük meg. Jó, hibáink vannak. De ez benne van a pakliba. Hol is írja? A narrowing conversion, azzal most nem foglalkozunk. Tudom, kéne. X big. Igen. Megint elírtam. 46 x. Jó, hát már csak ezek a narrowingok vannak. Tudom, ez nem szép. Lefuttatjuk, remélem működni fog. Á, szuper, szuper. Hát, illetve... Nem pont olyan, ami erre gondolnék. Mert az X-tengely ez nem pont ott van. Elnézek a jegyzetre, hogy mit néztem el. Azt mondja, hogy x tengely, hogy ez a 20 és á, nem x origó, hanem y. Igen, igen. Egy y koordináta kell. Na, akkor újra. Elnézést kérek ezért a narrowing warningokért, de most ezt ignorálom, ha megengeditek. Na most már jó. Most már jó. Hello Miska, szép estét. Na, hát remélem elég jól látszik. Ugye azért itt látszik, hogy sikerült ugye ezeket a notchokat is viszonylag jól belőni. Tehát most már kezd úgy
hasonlítani, valami kis, ilyen kis koordináta geometria, de ki sem merem mondani ezt a szót. Tehát kezd úgy alakulni, még a feliratok is viszonylag jó helyen vannak. Jó, rendben van. Na, rápjantok a jegyzeteimre, mert mintha még lenne valami. Így van, még egy dolgot meg akarok nézni. Dobjunk már még egy függvényt be. Ide a közösbe. Mondjuk legyen ez az S4. Hát, itt most az első paramétert kihagyom. Már is mutatom, hogy mit akarok oda. Ugye... Megint Ermin Airmax között fogunk menni. Ermin Airmax. Ugye megint az Origo lesz a kiinduló. És itt most kicsit a pontokkal vacakolni fogok. Már az M points az eddig is az volt. Hát mindegy, akkor maradjunk így. Remélem működni fog. Scale, Y, scale. Na, és ugye mondtam, hogy egy függvényt kell itt nekünk átadni. Kézenfekvő, hogy átadjunk itt egy lambda expression-t. Miért is ne adnánk át. Úgyhogy akkor készítsünk itt egy ilyet. Itt a capture list most maradhat üres, mert igazából nem kell semmit capture-ölnünk. Ugye nyilván a paramétert azt átadjuk, és akkor visszaadunk egy... Mit adjunk vissza? Hát legyen egy cosz függvény, mondjuk egy sima koszinusz függvény. Szerintem az úgy jó lesz. Így van, és akkor ezen az intervallumon ilyen skálával. Jó, szerintem rendben vagyunk. Hát ez a vesző olyan hülye helyen van. Hát tesszük ide. Na, etecsöljük fel. És nézzük az eredményt. Jó. A Miska nagyon jól írod, a warning nem hiba. Na, és akkor tökéletesen itt kirajzolja nekünk ezt a koszinusz függvényt. Remélem jól látszik. Ne húzogassam, és akkor látszik. Jó, tehát látjuk, hogy koszinusz függvény, mert az egynél keresztezi az y-tengelyt. Remélem jól mondom. Tehát nullánál egy értéket vesz fel. Jó. Oké is. Na, ezt csak azért akartam megmutatni, hogy tényleg látszódjék, hogy ide egy függvény paramétert kell nekünk az első helyre adni. Jó. Oké is. Na. Én akkor tulajdonképpen már ennyit gondoltam. Ugye így akkor már tulajdonképpen végigbeszéltük az összes ilyen alakzatot, amit végig szerettem volna, illetve amit tulajdonképpen a könyv, illetve a tananyag ad nekünk. Pénteken meg fogjuk nézni az ősosztályt. Végre eljutunk a shape-hez. Tehát pénteken 7 órától kőkemény objektumorientált programozás, és tényleg bemegyünk a mélyre, átbeszéljük a shape-et, átbeszéljük azt, hogy mi hogyan öröklődik, virtuális függvények, override, sok-sok fogalom, masszív lesz és tömény. Jó. Úgyhogy én tényleg már ennyit gondoltam, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.